Bocsánat, meséljetek, srácok, hogy volt ez az első harcsa. Köszönjük szépen. Kérlek szépen, behúztunk bokros területre, és csali halfogással nehezen indultunk. Sikerült csali halat fogni, egy olyan 10-15 darab keszeget, és hát szürkületkor behúztunk, 2 óra hossza, vagy 3 óra hossza, talán 2 óra volt, és eldurrantotta szakítós módszerrel, úgyhogy boldogok vagyunk, első harcsa versenyen, úgyhogy abszolút az első. Ha a csukát nem számoljuk, a csukát hát pedig nem számoljuk, itt ez nem az az első. Centire jöttünk, vagy kilóra? Kilóra vagyunk. 19.725, ha jól emlékszem, igen, ugye? Igen. Nagyon jó. Gyönyörű. Na jó van. Köszönjük. Köszönjünk el tőle. Na. Szervusz. Mérlegelővel hopp. Visszaengedem, jó? Egyszer. Hát végül is ez a pecsenye halcsa. Ez a pecsenye. Ez a legfinomabb. Hát azt mondom, hogy az ekkora, nem? Igen, ez a legfinomabb. Meg egy picit nagyobb. Hát a Kecs Tibor vagyok, Yuki Fighters Team. Én Kistarcsáról jöttem, ők levelekről jöttek. Na, 2 vagy 3 éve horgászunk együtt. Éjszaka volt 3 halunk, 11 óra fele indultak el, hajnal egyig jöttek így, a 3 volt egy nagy benne, egy olyan majdnem 10 kilós, hát az 5 kilósok, amik most is jöttek, ezek jönnek folyamatosan. Volt egy kapásunk, ami megvolt egy darabig, de utána elment. Etetünk, hát mi Hollywood pellete megetetjük, és akkor a bejövő kis halak ott verik a vizet, és bejönnek a harcsák, de nagyon nagy szerencsénk van, nagy feszültség. A nagy feszültség alatt mindig az nagyon jó haltartó hely, tehát ott is ráadásul egy kikötő mellett vagyunk, 2 hajóroncson elsüllyesztve, és mind onnan jön a hajó. Fönt is van egy hajó, és most itt lent is találtam, eddig egyet hittem, de most kiderült, hogy 2 van egymás mellett. 2 hajóroncs fekszik így, és ezt most teljesen át kellett alakítanunk az egész rendszert, mert ebbe is van 3 kicsi. Hát mi látjuk a halat, mert lájszkokkal, tehát olyan felszerelésünk van, de nem csak nekünk, sok csapatnak van. A roncs. Itt vannak a roncsok. Tessék, itt a hajó. A melső jesztett hajó. Egy pillanat, átfordult a csónak, mindjárt megállok egy helybe. Jó ez, hogy mozog, nincs előttem. Csak nekem ezt nem akarok közel menni, már benne van a izé. És itt van még egy hajó. És ezzel szépen rá tudok. Csak most távol nem mentünk, mert ott vannak a
hogy mondjam, a csali halunk, és nem akarom meg, be van már etetve. Ha közelebb megyek, akkor megjön, sokkal élesebb lesz a kép. Tehát tudok, 16 méterre van állítva, tehát ahogy leközelítek, meg ahogy rámegyek, és ahogy ráfordítom ezt a lineszkópot, így lehet látni, és ha minél közelebb megyek, akkor lehet látni benne a dolgokat. Tehát ide, itt is van egy hajó, lehet látni. Látjátok? Itt is van egy hajó, itt, meg még följebb is van egy hajó. Tehát mi így látjuk a dolgokat. Eddig most úgy nézem, hogy mi kifogtuk, tehát elég jó helyet fogtunk ki. Mert igazából ezen nagyon-nagyon sok számít. Tehát... Fenéken vagy vízközben próbálkozunk? Fenéken próbálkozunk, de van felszínen is. Tehát megosztjuk a botokat, nem mind a, van külön a frekventált hely, a két hal. Én azt vallom, hogy a helyiek azok mindig nagyon jó tanácsokat adnak. Itt a halőr úr az elmondott dolgokat, megradaroztuk, tényleg igaza van, tehát ugyanúgy mondta, hogy hol van egy fal víz alatt, amit nem lehet látni. Megtaláltuk, azokat is megtámadtuk, felszínen is megfizettünk, vízközt is forgászunk, meg benne a hajóban is. Tehát a hajó fölé, ahol vannak a halak, olyan 50-70 centire fölé rakjuk. Tehát kimérjük a mélységet, ráállunk a roncsra, helyben tartjuk a csónakot, leengedjük a súlyt, teszünk egy vizet, és azt felállítjuk 70-80 centire a csónaktól, ami el van sűjjesztve. Mondtad, hogy etettek, de mi a csali, ahol van? Hát vörösszárnyú bodorkát hoztunk, elég sok ledöglött, egy pár darab maradt csak, mire leértünk, meg kárász, kicsi halakkal. Tehát mi most már el lehet mondani, hogy kicsi halakkal, tehát a Tomi látta is, hogy ilyen 10 centis, 10-12 centis halakkal, mert abból van itt rengeteg takarmányhal. Én mindig azt mondom, pergetek, nagyon sokat pergetek. Amikor pergetünk, akkor sem nagyon nagy csali halakat húzunk, és abban fogjuk a nagyobb 100 kilós harcsákat. És ilyen 10-12 centis csali halakkal dolgozunk. A vörösszárnyú bodorkának az a baja, hogy rengeteg a törpeharcsa, lefolytják, megdől és leszik a horogról. A kárás azért sokkal mozgékonyabb, és az el tud előlük menni. Így mi azt mondjuk most, hogy a kárász jobb, de van fönnvörösszárnyú még meg bodorka is. Ezzel a kis bottal mit ügyködik? Féder bot, kis halat próbálok szedni az éjszakai harcsázáshoz. Pontosabban nem próbálok, hanem karika keszegetni, kis bodalkák jönnek. Úgyhogy felkészülünk az éjszakára, bármi történhet, legyen tartalékhalunk frissítéshez. Rakjuk össze, már fejbe rakjuk össze az éjszakai stratégiát, úgyhogy majd lassan a frissítése kerül a szerelékek, úgyhogy ahhoz gyűjtök csali hal. Akkor kicsit beszélünk a stratégiáról, és mi az, ami eredményes volt? Ez érdekes, mert a spanolós módszer, ami gyakorlatilag szakítós módszer, azzal fogtuk a harcsát a túloldalról, de be van rakva a stupek is. Mivel ötnapos úgymond a verseny, ezért majd különböző végszerelékek, egész a fenék, úszóstól kezdve, sétálós, felkínálás, nagyon sok irányba, bójázós, lehet középen és túloldalt is. Megmondom őszintén, mi a túloldalt fogjuk most erőltetni, csak különböző mélységekbe. Jó. Keresik a harcsát. Mi a csali? A hal, kis hal? Kis hal, igen, élő hal a csali, az karikakeszeg, pagolykeszeg, meg bodorka.
azokból is van tenyeres, vannak ilyen 30-40 dekások is, meg van, amikor dupla halat kínáljuk fel, két kisebb, egy-egy horogra, egy-egy kisebb halat kínálunk fel. És akkor várjuk a csodát. Jó. Nagyon jó. Mi fogtunk, igen. Nem. Hatalmas. Hatalmas, nagy igaz. Ekkora boldogságot mostanában nem éreztem, mint most. Ölelkezés. Ez most nektek nagyon nagy előrelépés. Ez hát, biztos. Reggel megpüttyent a jelző, kijövök. Látom, hogy a szerelés elmozdult jobbra, meg egyszer eltűnt. Utána szakította le. Hát hatalmas, illetve... Mikor megakasztottam, akkor már... Mikor megakasztottam, akkor már gondoltam, hogy az lesz. A tegnapi süllői kapás után. Na, akkor bebizonyosodott, hogy nem csak süllő van ezen a környéken, hanem harcsa is. Ugye ez újabb nappali harcsa. Így van. Na, engedjük vissza. Egy nagy halat, mikor jött, milyen csalival és hogy sikerült kivenni? Este 4:11-kor érkezett a kapás. Egy szép tenyeres bagolykeszegre érkezett. Szakítós módszerrel volt felkínálva, túloldalon akadóba kínáltuk fel a csalit, egész fönt felszínen, és egy pici odaütéssel, majd egy komótos húzással megfogta a csalinkat, és elkezdte vinni, és annak sikerült bevágni. Érdekes volt az akarás, féltem is, hogy ki fog akarni, mert nagyon a száj szélébe akadt. Egyből a csónakba ugrottam, és innen nem messze a vizen sikerült csónakba emelnem, és akkor sikerült megfogni a halat. Érezted, hogy nagy lesz? Fogtam már ekkora halat, de azt kell mondjam, hogy kellemeset csalódtam benne, mert nagyon jó a víz, még 22 fokos, és nagyon jó erőben vannak a halak, és szóltam, hogy 20-25 körül lehet, de jól küzdött, tehát szépen megforgatta a kis gumicsónakot. Jó, nagyon jó. És mekkora volt a hal? 19 kiló. 19 kiló, mármint hogy van? 19.725 gram volt. Jó, nagyon jó.